Ezt a filmet azoknak a zsidó testvéreinknek ajánljuk, akik torkig vannak a golyókkal. Hanuka a múltban. Szent Péter, Pál és Szűz Mária általános iskola. Hé, hey, Mordáj, nézd, leesett egy pillér. Hé, hey, Mordáj, kérsz egy barkeszt? Hé, hey, Sasor, ne szívd el a levegőt. Hé, hey, Morty, anya szerint, ha a néped nem tér meg megváltó Jézus Krisztus úrunkhoz, a pokolban fog égni. Boldog Hanukát. Elfogadás, türelem, megértés. Na, srácok! Ne gúnyoljátok Mordekáj búgó csigáját! Meg kell tanulnunk a türelem fontosságát, a megértést. Nincs igaz a Mordekáj? Igen, Mrs. Highsmith. Gyerekek! Becsüljük meg Mordekáj ünnepét! Szeretném, ha mindenki köszönteni őt egy szívből jövő, boldog 7. Csanuka nappal! Boldog 7. Csanuka napot! Nagyon szép, gyerekek! Remélem, ebből az egész osztály sokat tanult. Csak mert Mordekáj népe különbözik tőlünk, és csak mert szerintünk furán néz ki a satyekjuk, düllett szemük és pofaszakálluk, nem említve bizarr jelmezüket, torokhangtorlódásban szenvedő neveiket. Csak mert a világ összes pénzét megszerezték. Mégsem ajándékozzák meg a gyerekeket, csak búgócsigát kapnak. Ez nem jelenti, hogy nem lehet szeretni, tisztelni őket. Ők is a polgáraink. Boldog 7. Csanuka napot, Morty! Zsidók kívül tágasabb. Biboldók tűnés. Monoteisták kíméljenek. Zsidók 5 percig maradhatnak. A héber fölöly. Hanuka a jelenben. Diaszpóra állomás. Szem a fölöly! Boldog Hanukát neked így! Neked így, ezt nézd! Kösz, pöröly! Pöröly! Gyere el hozzánk vacsorára sábatkor! A kis Miriamból felnőtt nő lett, fiatal úr. Ideje megállapodnod? Jó, kösz a meghívást, Mrs. Kleiman, de sajnos az úrnapján nem tudok jönni.
előfordul. Pöröly! Te vagy a legrosszabb zsidó Tel Avivban. Shabbat shalom, mama. Who's the kike that won't cop out when there's a Gentile all about? All right. Baruch ata Adonai Elohim Melech ha'olam. Complicated Jew, but no one understands him but his mother. Add vissza, add ide a kipámat! Passzolt ide, mint a frisbee! Vissza akartam adni. Esküszöm az úrra. Az úr nevét szádra veszed? Nem. Nem, nem inném. Nem is azért. Akkor miért? Mi csak szerettünk volna... Elhúzni? Igen, igen, pontosan. Épp el akartunk menni. Uh-huh. Gyere, Teddy. Minden oké, Slomo? Igen. Néha már eszembe jut, minek imádjuk az egyetlen Istent. Hé, figyelj ide, fiam. Légy büszke magadra. Bagzó, bátorból is biblikus bátyó vagy. Felfogtad? Igen. Na, Aleno, Shalom, Alechem, kisöcsém. Köszpörölj. Ja, és Slomo? Légy zsidó! Boldog Hanukát, Tikva! Boldog Hanukát, Morty! Mi hír az irodában? Először is anyát hívott. Azt mondta, emlékeztesselek, vele sábatolsz holnap. És azt mondta, vinned kell Medjugorjét, és megbízott, adjam át a következő üzenetet. Na, hadd halljam! Azt mondta, ne feledd, hogy holnap sabati vacsorára mész, és ne feledd neki medlikört vinni. Na, munkára fel. Oda bent vagyok. Mordechai Jefferson Carver minősített körülmetélt faszé. Északi sark. Szeretném mindenkinek megköszönni, hogy valahogyan időt szakítottak erre a rendkívüli közgyűlésre. Tudom, hogy mindenkinek ez az év legzűrösebb időszaka, úgyhogy próbálok tömör lenni. Az apám, aki gyakran Ádás Szent Mikinek hívtak, zsarnoki férfi volt. Az volt a mániája, hogy csak és kizárólag a karácsonyt lehet ünnepelni új év előtt. Halála óta jó magam próbálom biztosítani, hogy a karácsonyi szezon szolgálja minden nép és vallás megértését és együttélését. Szarság! Fényt kérek! Jézus! Szent Miklósi pályafutásom alatt végig az volt a célkitűzésem, hogy zsidók, keresztények és afroamerikaiak egyetértésben üljék meg ünnepeiket. Ezért ragaszkodtam hozzá. Mondom, az én agyamból pattant ki a boldog ünnepeket felirat. Más is kipattant. A boldog karácsony feliratot helyettesítették az ökumenikus és ártalmatlan mondattal. Boldog ünnepeket. Ez az öreg lomposa. Ezért, mikor átnéztem az éves rosszaságok és jó tettek listáját, borzalommal látom, hogy saját véremet, Damient, a vörös csukja örökösét, veszíti a gyűlölet. Damien, mikor értesültem ördögi tervedről, a Hanuka kiirtásáról, első reakcióm a mély undor volt. Most már csak bánatot és csalódottságot érzek. Csalódtam, hogy nem tudtam megtanítani neked karácsony igazi szellemét. Damien, mit tudsz felhozni mentségedre? Csessze meg! Ho, ho, ho. Te is, fiam. Jaj. Na-na? Na akkor, mit meresztitek a bárgyú szemeteket? Már én vagyok a télapó! Nos, irány a munka, kis tökmagok! Vár egy bizonyos Hanuka, végzünk vele! Fel!
Zsidó igazságliga. Bemocskolás elleni bizottság. Zsidók az ittas vezetés ellen. Zsidó atléta szövetség. Akciótervet kell elfogadnunk. Úgy véljük, hogy a Szent Miki napi mészárlás 100 évvel visszavetette a Hanuka karácsony viszonyt. És ezzel az új mesüge télapóval maga a Hanuka került veszélybe. A legfontosabb feladat, hogy azonnal mozgósítanunk kell, meg kell nyernünk az egész zsidó közösséget. Elnök úr, a Nemzetközi Zsidó Média összeesküvéstől? Igen, főnök. Szeretnénk, ha előkaparnál pár új fődíjas holokausz dokumentumot, és talán egy új Adam Sandler filmet. Hogyan? Új Adam Sandler filmet? Ne! Mi baj az Adam Sandler filmmel? Meg kell nyernünk a közösséget, úgy gondolom... Pikarcnit sem érdekel, mit gondolsz? Lökött egy alak vagy! Ne merj bemocskulni! Ellene vagyok! Figyelem, emberek! Jön a második teendőnk. Ki kell küldenünk egy ügynököt, hogy kövesse a bitorgoló télapó minden moccanását. Egy ember, aki nem fél az erőszaktól, és ha szükséges, él az erejével! Egy kemény zsibó kellene. Van valami javaslat? Legyen Steven Spielberg! Az E.T. atya, az neked kemény! Na és Isaac Perlman? Tolószékben ül vonóhúzásért. Ellen Greenspan? Henry Kissinger? Túl öreg! Ed Koch? Ed Koch, a Lüke polgármester! Micsoda ötlet ugyan már! Robert Safiro? Az egy jogász! Mi hősöket keresünk, emberek! David Copperfield! És mit csinál? Elvarázsolja a gonosz télapót? Népek, egy ütős héber kell elve a feladatra! Gondolkodjatok, emberek! Na és Mordecai Jefferson Carver? A hével bevaj? Nem! 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 Soha nem! Ne feledjük a reptéri incidenst a Krishna hívőkkel! Az egyetlen zsidó, aki túl radikális a J.I.L.-nek! Ez az oka, hogy őt nem szerződtetjük, szívecském! Nem, nem, nem! Egy ember kell, aki követi a parancsot! Egy ember, akinek van önuralma! Egy ember, aki... Egy ember, aki elvégzi a feladatot? Apu, ő az utolsó reménység. Apró bökkenő, hogy mióta kirúgtuk, szóba se áll velünk. Úgy se lehet rávenni, hogy visszajöjjön. Talán én rávehetném. Szép, igen. Meggyőző. Gyönyörű két pipaszár. Ő a lányom. És? Egy nappal Hanuka előtt lépett be az életembe. Tessék! Mr. Jefferson Carver? Kérem, neked Mordecai és... csukd már be, mindjárt megvakulok. Úgy festett, mint aki megtett pár kört a ház tömb körül. Elnézést a késésért, szörnyű a forgalom. Fél órát köröztem, mire helyet találtam. Ó, miket tennék vele, ha nem lenne ügyfél. És miket tennék, ha ugyan ügyfél lenne, de nem lennék ilyen becsült. Nem tudom, még sose volt velem ilyen. Mégis mit hallgatsz itt? Biztos túl sok tejszíhabot nyaltam, és most ez a büntetés. Oh, hangos jegyzet! Dugj meg, pörölj! Micsoda muff? Erősen! Micsoda muff? Mit tehetek, érted? A nevem Esther. Blumenberger Sternenthal elnök a zsidó igazságligától beszélni akar veled. Blumenberger Sternenthal elnök még mindig bevágja a bármibe, ami mozog? Nem, szomorú hűtlensége már végleg a múlté, mostanában csak kizárólag anyába vágja bele. Anyádba? Igen. Ha. Hoppá. Mordecai télapot kiütötte aljas fia Damien. Jobb nem gondolni rá, mire lehet képes az az antiszemita pszichopata télapó. Nézd, én is sajnáltam télapót, öreg barátom volt, de a munkarendem... Mr. Erkül, szeretném felbérelni, hogy kövesse a férjem. Az életem veszélyben forog, azt hiszem a férjem megölne. Nézd, rossz helyen kopogtat. Héber, pörölj vagyok. Erkül Poirot lent van. Ó. Oh.
Hercule Poirot? Nos, Esther. A földszinten. Azt hiszem... Hercule Poirot? A földszinten. Amit mondtam... Kedves lánynak látszol, de én már nem tartozom az említett szervezet tagjai közé, a politika csúnya játék, tele vagyok ügyekkel. Igen, minden számítógépen van. Ne kéresd már magad, az apám csak beszélni szeretne veled. Nézd, utállak félbeszakítani. Egy órán belül lemegy a nap, az hivatalosan már sabát. Nem dolgozom sabátkor. Azt hiszem, hiába fáradtál szívem. Addig nem vakarsz le, amíg nem jössz el, és nem beszélsz apával. Oké. Okay. Figyelmeztetlek. Anyánál vacsorázom, ha én nehéz eset vagyok, csak nézd meg őt. Mielőtt indulnánk, még valami. Az ajtódra azt írtad, hogy minősített, körülmetélt faszi vagy. Láthatnám a megbízó leveledet. Mordehaj! Sabbat shalom! Oké, elhoztam a fekete címkés megylikőrt, amit nagyon szeret. Nagyon jó, és hoztál hozzá egy szép kislányt vacsorára. Esther vagyok. Hadd öleljelek meg, kislány! Nagyon örülök, asszonyom! Nagyon örülök! Optika! Ez az... Elég is lesz. Jól van, mama! Elég lesz, mama! Mama! Nos, van neved? Hát persze, Esther. Ó, Purim története. Mm-hmm. Na, megismerkedtünk, menjünk, üljük meg a sabatot. 6 órával később. Ajde, jól laktam. Ha fizetnének, se bírnék több latkét enni. Akkor jöhet a főfogás. Anya, kérlek, komolyan már megettünk 4 csirkét, ennyi éppen elég lesz. Dehogy, ifjú úr, mindent megeszem, ami előtted van, végül is a kínai emberek éheznek. Ugye, Bármuncsi? Hey! Addig nem, amíg Mordehály előtt van étel. Esther, hol ismerted meg Mordehájt? Tudod, nem ok nélkül hívják Héber Pörölynek. Anya, kérlek, a J.I.L.-nek dolgozik. Szeretne rávenni a Hanuka védelmére. Csak éppen azt nem veszi észre, hogy senki, még a jóisten sem, még ő sem érheti el, hogy nekik dolgozza. Veszélyben a Hanuka. Nem az én bajom! Elnézést, ki kell mennem a mosdóba. Rendben. Tetszik a kis Mordehály, mi? Igen, nagyon kedves, de Mrs. Carver, a Hanuka sorsa egyedül a... Hanukas mafuka? Nem is a legfontosabb ünnepünk. Engem jobban érdekel, hogy a kicsi fia mindjárt 30, ideje megállapodni egy szép zsidó lánnyal. Kössünk egyességet. Segítek a kis Hanuka problémádon, ha segítesz Mordehájon. Na és mit vár tőlem? Az ég óvja, de hetente elfogyaszt egy szép zsidó lányt, le kellene már kötni. Egy kis szájmunka talán segítene. Ó, igen. Megtennéd a kedvemért, kicsim? Micsoda mocsok. Hé, mama, hol tartod a pumpát? A lefolyónál a tamponokkal. A lefolyónál? Megegyeztünk. Igen. Mi van itt? Mit susmorodtok? Épp most meséltem a barátnődnek, mennyire kínosznak engem a gázok. Nos, azóta beszedek 2 széntablettát még evés előtt, és elfújták a gondjaimat. Hát ezt jó tudni, legalább tudom majd, mit kell tennem a gázokkal. Igen. Mordehály, szereted anyádat? Nem. Igen, persze, anya, persze, hogy szeretlek. Akkor miért nem hajsz fel ezzel a semmit tevéssel? Minősített, körülmetélt faszi vagy, szerezd egy rendes állást! Nekem van rendes munkám! Én segítek a népeken, segítek a hitközségen! Beszélgetek a lányokkal, és ott büszkélkednek a fiaikkal. Képeket mutatnak, a fiaik ügyvédek, olvasok, rabbik! Mit mutassak nekik? Hát nem mutass képet! Nem mutass képeket! Nincsen kép! Marin barátnő. Igen? A fia befektetési szakember. Ki fizette neki az egész floridai házát? Jaj, micsoda ember, micsoda ember! Florida! Úgy bizony! Mondtál, igen, Floridában, ne hajtass tovább a Hanuka után! Menj vissza a vállalkozási főiskolára és szerezd meg a doktoridat! Akkor talán én is eljutatodat! El foglak küldeni oda, rögtön elküldelek oda, jól van? Értem, mi folyik itt? Ha megmentem a Hanukát, az nem elég jó az anyámnak, jól értem? Nem akarok vitázni. Nem akarsz vitázni, tényleg, te egy békés asszony vagy. Vacsorázunk békésen. Hát ez a dolgod.
Békét terjesztesz, ugye, a nagyvilágban, ha? Na figyelj csak, ne vitázunk, fejezzük be! Nem veszekszem, de nem ám, megmentem a Hanukát csak azért is, érted? És jövőre, mikor a Hanukát tartják, és rólam szól az újság, meg a tévéhírek, meg minden, és a divatlapok is arról tudósítanak, hogy mit visel a Héber pöröly? Kényszerzubbonyt! Azt fogok hordani, érted? És a barátnőid Floridában kis ajándékokat bontogatnak, akkor jöhet a nagy pillanat, mutathatod nekik a képemet! Nézd csak meg! Régen normális volt még előtte! Most nézd meg! Elég már. Edd meg szépen a vacsorádat. Ó, Mazetto! Ó, drága kis cicám! Ó, ki kell cserélnem a pelenkát, lássuk, mi van itt, Istenem! Ó, egy kis trotyi, megszabadulunk tőle! Ó, édes kis cicám! Meg kéne szabadítani a szenvedéstől, tényleg. Az nem az úr akarata. Joga van a természetes halálhoz, ahogy nekünk. Jól van, kis cicám, igen. Csúnya dolgot csináltál, kicsi cicuskám. Na menj szépen, menj. Nos! Akkor jöhet a sütemény? Egek. Zsidó igazságliga. Ellenőrző tesztet? Jaj, nem, még mindig ez. Kérem, mondja ki teljes Héber nevét. Mordechai Baruch Netanyahu. Kérem, Avit és Óvendel sobolja fel a zsidó húsvét Széder tányérjának hatfogását. Bejcach, Haroszét, Hazaret, Karpász, Máror, Zérva. Kérem, mutassa be muzikalitását. Kérem, lépjen előre, és vesse le alsó ruháit. Jaj, de hideg. Kövőlmetélés ellenőrizve. Kezdődik a végső próba. Ha-ho! Azt hiszem, ez az izé beragadt, vagy valami. Ez röhelyes. Nem is kéne itt lennem. Komolyan nem értem. Eljöttem a nagy büdös semmiért. Igen, a nagy büdös semmiért. Tényleg nem értem. Na, mit mutat a nyafiskála? Okos detektív, nem ismerik meg a saját emberüket. Nem kapok levegőt. Basszus, meg fogok fulladni komolyan. Buddhista? Haldokló? Miért? Mordehár, minek kellett ide jönnöd? Zsidó! Na végre! Isten hozott! Pöhöj! Gyere, fiam! Ragaszkodunk a régió beléptetéshez. Mordechai Jefferson Carvel szeretnélek bemutatni a J.L. első fekete zsidó ügynökének, közeli jó barátom, Mr. Ifjabb Sammy Davis. A Héber pöröly! Hallottam a csókáról. Gyönyörű vagy, édes. Folytasd, csak így tovább. Igen, csak így tovább. Én is ezt kívánom. Sammy! Megbocsátasz nekünk egy, ismerek egy hüvelyket, amit le kéne pörrözni. Kandurkáim, daromboljatok. Hopp, szan. Régen nekem is táncos lábam volt. Na jó, nem beszélek félre. Nem akarom, hogy megismétlődjék a tavaly reptéri eset. Na igen, elvégeztem a munkám. Azt tettem, amit tenni kell. A mindenség itt neki, pöhöly! Talán Istennek képzeled magad? Azt akarom, hogy kapd el azt a télapót, és hazd be ide felhajtás nélkül! Na persze, ez a te bármicvód, Jack. Én csak a Tóra adagom olvasom. Örülök, hogy ilyen közönyös tudsz lenni. Hey, figyelj, lehetek lelkes is, ha tetszik, de mégse hinném, hogy ez a jó szó. Felőlem egész nap ülhetünk és vitázhatunk szavakról, mint a közönyös, vagy érdektelen, vagy szemtelenség, ha úgy tetszik. De én kaptam egy ügyet. Az első lépés? Felhívom a Kwanza testvéreket, hát ha tudnak valamit a téllapó hollétéről, majd hívlak. Óvatosan, pöröly! Jól van.
Ne feledd! A Hanuka sorsa a kezedben van! Oké. Figyelj csak, sajnálom, ezzel most tényleg le kéne állnotok, oké? Hiszen nagy nyomás van egy zsidón, tudod? Leizzadok, ha eszembe jut ez az egész, de komolyan én is ember vagyok, hiszed vagy sem, néha nekem is jogom van tévedni, úgy értem, hogy mindent kihozok magamból, és ennek elégnek kell lennie, oké? Értve? Na, világos voltam, vagy nem voltam világos? Vezetni Zsigszert! A zsidó visszavág. Kvanza felszabadító front főhadiszállás. Ki hozza a narkot? A fehérek! Ki hozza a stugget? A fehérek! Ki hozza a diszkó? A fehérek! Ki hozza a hajbodorító szarságokat? A fehérek! És ki akarja az anyaszaró lábával seggbe rúgni a mi kvanzánkat? A fehérek! Igaz? Látogatónk érkezett Mohamed. Ki jött el hozzánk, bátyó? Valami kinyalt zsidó Passenger Cadillac-je. A Héber pörög. Zsidófi. Az én kis biboldom. Mohamed Ali Póla Abdul Rahim. Az én niggerem. Szevaj. Fehér könyvelő. Biboldónak nevezte őt. És maga niggernek szólította. Az rendben is van. Mi így szólítjuk egymást. Ez már csak így megy. Igen. Na, öcsém, Mordechai. Mi szél hozott a KFF-nél, öcsém? Az éjjel ismét felfestett a palettára. Hallottál a barom fehér srácról, aki kiütötte téllapot? Köpöd vágod, öcsém. A te sok tisztára kiakadtak. Na jó, pihenni kell a nagy harce. Na, mi hír az utcákon? Hé, öcsém, ezt kap ki. A télapónak új gönce van, bíborvörös batyút vett, és eszébe se jut felszállni a Jeruzsálemi Express. Vágod, öcsém? Nem én. Megvallom egy szót sem. Hogy értetted? Igen, a télapó ki akar cseszni a Hanukával. Azért ehhez nekem is lesz pár szavam. Más nem tudsz mondani? Nem ám. De ismerek valakit, aki tudna. Hm? Ja. És ki hozta el Britney Spears-t? A fehérek! Jamal, ez itt a Héber pörölj. Szevasz. Tesó. Regéld el neki, amit mondtál. Jó, zsír. Ászinfón van. Az a lökött télapó totál süket. Előbb az anyaszaró megöli az öreget. Aztán arról álmodik, hogy a lyukassza ki a Hanuka seggét. Aztán az anyaszaró kidob a műhelyből. Azt mondja, többé nem látják szívesen a színes manókat. Micsoda egy szarság ez? Ha nem lenne totál reumás a hátsó, megadtam volna. Bum, 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 bum! Kiugattam volna a bőrét, vágott, tesóka? Igen, már vágom. Figyelj, nem tudsz valamit mondani, hogy mire készül, hol bujkál, vagy valami ilyesmit? Hadd töprengjek egy sort, mondok valamit. Mielőtt elhúzok, pakolom a cuccom. És hallom ám, hogy az a barom valami üzleti partnerrel beszél. Azt mondja, hogy holnap délután 3-kor randizik vele valami nyugszdiszkóban, ha jól emlékszem. De most, hogy az anyaszaró kicseszett velem, az agyam is kezd kihagyni, kúrja meg! Tök mindegy. Mikor leteszi a kagylót és elhúz, átnézem a szobát, ékszert keresek, kápét vagy akármit, végkielégítést. Nagy nullát találok, érted? De sikerült ezt elcsórnom. Na jó, köszönöm, kis testvér, köszi szépen. Szarság, nem nagy ügy. Ha nem lennének itt a tesók a KFF-nél, nem tudom, mi a szart csinálnék. Végre megtaláltam a helyemet a világban. Kurva karácsony! Jöjjön akkor a cigi meg a joint és a sok szarság, úgyis imádom kiütni magamat, na? És a sok nőci, na, talpra csajok!
Vanyek, eszkubiz meg, tesó. A mennyit van a földön, nem is olyan rossz az élet. Vissza, babám. Nekem a kvanza kell, öreg. Ha. Nos, köszönjük, tesó. Jamal, hölgyeim. Nagy vagy, bébi. Jamal testvér, újfény. Sokáig fog tartani, míg megérti a kvanza igazi üzenetét. Értem, menjünk. Na, gyerek. Köszönöm, Mohamed. Mindig te vagy a legjobb. Csak nehogy terjeszt. A Hanuka lesz az első. De aztán jön a kvanza. Van itt egy pár tesó, meg nővér, meg kölök. Számítunk rád, és ha elbaltázod, Nagyon, nagyon, nagyon fogok igyekezni. Komolyan mondom neked, nagyon fogok, igen? De nem kéne ekkora terhet tenni a vállamra. A végén még feszült leszek. Jó, jó. Hé, avénu shalom, aléham bátyú. Aleikum salom. Tudj. Az Alehem. 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 Ja. Alehem. Mi a manu? Alehem. Alehem. Kérek egy medlikört. Gyorsan. Tudja, hogy a köpködés a baktériumfertőzés legfőbb oka a kontinentális Amerikában? Csak úgy mondom. Nem szolgáljuk ki a fajtát. De te olyan tökös voltál, hogy besétáltál. Zsidrák? Töltök neked egy italt. Mielőtt felkötnénk. Jól hangzik. Pillanat! A fekete címkésből. Elfogadják a sékelt. Most értem vissza Izraelből. Tele vagyok apró sékellel. Letépem a tökeit, komolyan. 5733-as. Csodás egy évjárat. Sabbat shalom, anyaszarók! Csodába vágy, jó barósát vagy. Gondoltam, benézek egy italra. Bántották papát, bántották babát, de téged nem. Vágod. Annál igaz. Hogy a héber pöröly nincs képben, a Hanuka nem lesz egyéb. Egy zavaró és nyelvtörő szónál. Jamal, köszönöm szépen, hogy segítettél megoldani a helyzetet. Csodás vagy, köszönöm. Basszus, dehogy, nem kell a hála. Hé, te télapó! Akkor megint karácsonyi manó vagyok? Na-na, hallod ezt a srácot, cingátim? Baromira hallom. Nézd már körül, Jamal! Látsz te egyetlen színes manót a műhelyemben? Egyet! Ha? Annak a nőnek szép bőre van, de nem színes manó. Értetted? Jelenléted megbontaná a hatékonyság utópikus modelljét, amit megteremtettem a műhelyemben. Hatékonyság utópikus modellje? Na persze! Amióta te vetted át a kódszerájt, folyton csak gürcölünk! Oké. Okay. Télapó, ismerjük a szabályt! Megszegted a szakszervezet előírásait! Sztrájkba fogunk lépni! Oké, okay, jó, oké, okay. Na igen. Így igaz. Tényleg? Igen. Így csak görcselünk! És ti csak göthös vakarcsak vagytok! Nem is akartok dolgozni!
Elrendeztem, és behajóztak egy rakomány tajvani gyereket tegnap, akik egyébként örömmel dolgoznak pár mogyoróért. Gyerekek! Gyerekek! Nyál kéne a hülye ujjamra. Gyerekek! Csak sorban! Itt a magyarok! Csak sorban, gyerünk! Köszönjük, Dr. Jones! A nevem nem Dr. Jones! Télapó, értem! Te meg mit bámulsz, Esmeralda? Szerencséd van, hogy a fizetésed nem mexikói babban adom. Irány a munka! Comprendo? Nem gürcölsz eléggé? Gürcölni? Na és hol támadunk, Télapó? Na gyere! Na, mondom a tervet! Amíg Tajvanban voltam, és megoldottam a munkaerő problémánkat, igen, jártam egy üzemben. Tajvanba kell mennem is! Nem figyeltél. Figyelj, kérlek, töltsek olmot a füledbe? Ne. Segítene? Nem. Oké. Okay. Tehát jártam egy üzemben, ami illegálisan gyártja minden idők legdurvább zsidó büszkeség csökkentő szerét. És megvettem az egész gyárat. És veszek egy másik gyárat is? Faha be, te hülye! Nem! Amit tőled elvárok, te meg az embereid keressenek meg minden gyereket, minden zsidó közösségben, szerte az országban, és szeretném, ha szétterítenéd az anyagot. És mennyit kell kérnem azért az anyagért? Jó, most már értjük egymást. Semmit! Ez a szép benne, ingyen, mint a oszd szét az anyagot. Szóval mi van a dobozban, heroin? Kokain? Rosszabb. Kalózmásolat Frank Capra klasszikusáról, az élet szép. Ez tényleg ütni fog. Milyen dialektus ez? Cockney. Skócia? Cockney. Alsóbb osztálybeli angol pauper dialektus. Jó, tartsd meg, rémisztő. Megbi, ideje meggyújtani a menorát. Igen, ez igaz, édesem, de csak ha nem vagy zsidó. Anya, apa, miért csináltatok belőlem zsidót? Mi van? Hanuka fa. Szerint, ha halljuk a harangok hangját a templomban, egy angyal szárnyat kap. Mi? Anyu szerint, ha halljuk a harangok hangját a templomban, egy angyal szárnyat kap. Kalóz, ez az élet szép. Tajvanból. 65%-os. Vigyázni kell ezzel a szarral, gyere! Chaim Potok, a messiás. Menj gyorsan haza, és nézd meg, minél előbb ezt a filmet, értetted? Anyu szerint, ha... Ide, figyelj! Ölni tud ez az ízé, érted? Ölni tud! Öt.
Blumenbergen Seinunt elbeszél? Jó, én vagyok főnök, most nagyon figyelj. Azonnal hívd fel a Nemzetközi Zsidó Média Összeesküvést. Gyártsák le nagy szériában az összes nagy hollywoodi produkciót, amiben pozitív zsidó karakter van a főszerepben. Értetted? Másolatot akarsz a Jentlről, a hegedűs a háztetőről és Haim Potok messiásáról? Igen, jó lenne. És szét kell osztani a zsidó közösségben, szörnyű járvány fenyeget. Azonnal intézkedem. És mi történt Élapóval? Csapda volt, vissza a kezdőpontra. Ez tetszeni fog, jelenése lesz a városi áruházban. Ezt ott is oda küldöm. Oké, jó gondolat. Mondd meg neki, hogy golypárosnak álcázzuk magunkat, nehogy felfedezzenek. Most, hogy Télapó azt hiszi, meghaltam, ez flódni piskóta lesz. Még valami. Remélem, emlékszel, a Hanukka jövője egyedül tőled függ. A teljes zsidó népesség genetikai kódanyaga egyedül jó, a tekezetben van. Jó, ez már lejárt lemez, lejárt lemez, lejárt lemez, le kell tennem. Most jöhetek én, Léci. Hadd nézzelek csak, kicsim. Aranyos kis szöszi vagy. Nagyon jó. Fordulj csak körbe. Nagyon szép. Na jó, jó lesz. Menj, kukcsizd meg a télapót. Aljas tülekedő. Ez nem fér. Miért mehet most ő be? Mi már itt voltunk. Tényleg? Na és aztán. Figyelj csak, fiam, te ma nem látod a télapót, úgyhogy hátra arc és indíts haza. De egész évben csak erre vártam. Egész évben csak erre vártam. Nem hallod, húzz innen vakarcs. Mi a szar ütött ezekbe a kölykökbe, Mike? Szerinted hol lehet a télapó? Szerintem az áruház másik felében. Na figyelj csak nyugodtan, oké? Okay? Nem szabad feladnunk a nyugodt szemlélődő jó, állarcát. Jó, oké. Okay. Jó, az álcázás kulcsa a beleélés. Mozogj úgy, akár egy goly. Jó. Nem érdekelné önt egy ingyen szalonnás disznós sajtburger? Ó, oh, hát köszönöm, golybarátom, nagy lelkű ajánlatát ezzel az ízléses tréfli étekkel, ám sajnos nem élhetek vele, mivel bár torkit törtem magam sok teljes húsos termékkel, nem is akarom elmesélni pontosan, hogy miket is ettem össze-vissza. Nem rossz. Jó, egy kis figyelmet kérek. Ott van a kintény mögött. Negyed óra múlva télapónak mennie kell. Mit csináljunk? Egy órányi során előttünk. Gyere, csak köves. Hé, a lábam! Hé, hová? Nos, be kell jutnunk hozzá, nagyon fontos. Álljanak be a sorba, a többi szülőhöz. Hát ez nem túl keresztényi. Pál a galilaiaknak hoz. Azt hiszem, ott van. A Helvétikában. Helvétika? 16-os sor, 7-es. Mikor az úr? Beszél-e a népnek is, és a nap meg süté a földeket, akkor... Bla, bla, bla. Annyira sajnáljuk, hogy előre jöttünk, de... gyönyörű golyfiunk előre szaladt a sorban, és olyan keresztényi lenne magától, ha oda engedne hozzá. Gyűlölném elmulasztani a lehetőséget, hogy lássam őt fel és le... Ugrálni a télapó szánkójára, fel és le, és fel és le, és fel és le. Hát, így mindjárt más. Na, jól van, menjenek csak. Annyira köszönöm. Az Isten áldja, nem rossz. Igen, és most mondd el szépen, mit csinál az undok zsidó nép Hanukka alatt? Imádják a sátánt, és keresztény kisgyerekeket áldoznak. Aha. Bizarr, szadista rituálékban. Mondjuk téged? Keresztény gyerekeket, mint te vagy, olyan bizarr és olyan szadista. Mindenki mindent megkap karácsonyra, amit kér, tűnés! Következő! Nem. Nem, sajnálom, én nem szoktam esketni. Papa, jöjjön szépen, nem esik bántódása. Sajnálom, tudja, hogy kivel beszél? Maga a gólya, aki ellopta Hanukkát. A Héber pörölj! Hát él? Nagy Spiller vagy télapó. Ugyan, így kell bánni egy öreg családi baráttal. Úgy bizony. Nem, szó sincs róla. Szerintem igen. De nem. De igen, nem. Tudod, mi történt? Te berágtál! Van ilyen, én is berágtam már párszor. Jó, elismerem, elvetettem a súlykot az egész Hanukka ügyjel. És talán megegyezhetünk, ha?
Jöhet a békepipa. Lányok! Bambi, Dalni, szeretném bemutatni a család régi barátját. A közismert Semita szuperszivart Mordecai Jefferson Carvert. Atyám, imádom a zsidó pasikat. Annyira olvasottak és érzékenyek. Éppenséggel az érdekes, tudod, éppen most olvastam újra azt a döbbenetes Viktor Frankl könyvet. A lábrövidítő terápia kitalálója volt, nagy ortopéd orvos. Nagyon érdekes könyv. Igen, érdekes könyv, hihetetlen ember, tanulság. Nincs alkutérban. Úgy szeretem a nőket, ahogy a macesz. Betét nélkül. Hé, hey, siessenek már. Vegyél vissza, haver. Kérlek, pörölj, ne bánts. Intézzük el gyorsan és nyugodtan, és nem lesz jelenet. Egy kicsit késő már ehhez. Elnézést, gyerekek, figyelnétek rám egy röpke pillanatra. Most mit csinálsz? Kommunikálok, szabadna. Nagyon mérgesek, nézd rám. Oké, de ne aggódjatok miattam, semmi baj, csak... Szeretnék kicsit elbeszélgetni zsidó pajtásaimmal. Tudjátok, mit mondtam a zsidókról? A héber pörölj! Hogy vagy te? Na, ez van. Tudjátok, mit mondott? Hogy idén szeretné személyesen lefújni a karácsonyt. Nem túl jó, nem túl kedves, nem valami kedves ember. Garasz, ember! Mutassuk meg neki, mit érzünk iránt a gyerekek! Kinyírjunk pörölj! Kedves vásárlóink! Zsidók futnak a 12-es gondolánál. Gyere! Végünk van! Ráfáztunk! Várj! Hallottad ezt? Mi volt ez? Hallottad? Mi volt ez? Eztől! Gyertek, gyertek gyorsan! Gyertek, kapjuk el! Jó! Gyere! Megmentett minket, köszönjük! Ki maga? Hogy háláljuk meg? Halka, a nevem Harriet Tubman. De te szólíthatsz Mózesnek. Mózes? És egyetlen hálát várok tőletek. Mentsétek meg a Hanukkát mindenkinek. Mózes? De hol vagyunk? Mi ez a hely? Isten hozott a zsidó föld alatti vasúton. Sálom, köszönjük, hogy a zsidó föld alatti vasutat választotta. Ne feledje, hogy a lába és a karja mindenképp maradjon a kocsiban. Tilos vakuval fényképezni. 4 góllal és 5734 évvel ezelőtt népünk lejött erre a földre. És azóta a golyok folyton zaklatják fivéreinket és nővéreinket. Mózes mondá... Bocsásd el népemet! Kap fel a követ, zsidó! Mondom, kap fel! Zuhany alá veled! Zuhany alá veled! A hitelkártyája lejárt! A hitelkártyája lejárt! A hitelkártyája lejárt! Jó nagy lebőgés volt. Igen, semmi kétség. Mit szólnál egy italhoz? Persze, miért ne? Istenem, úgy sajnálom, annyira sajnálom. Nem, sajnálom, én sajnálom. Nem, én is, csak... Mordecai. Igen, ezt? Hát, talán meg kéne próbálnunk egy másféle táncot. Ó, mondjuk a hórát, a funky rockit, vagy... Nem.
Most rátértünk a lényegre. Mordáj. Igen, Eszter? Mondj nekem mocskos dolgokat. Mocskos dolgokat? Igen. Mondjak mocskos dolgokat? Igen. Beszéljek ocsmányokat? Igen. Oké. Okay. Számos gyereket akarok tőled. Oh. Szeretnék jól fizető, stabil állást. Igen. És Long Islandre költöznénk. Oh. Valami felkapott kis helyre, de nem gazdagik mellé. Nem. A gyerekeket magániskolába járatnál. Oh, Sophie órára járnának. Oh. A kis Abraham a Stanfordra megy. Bátyja pedig egy lányiskolába, talán a Vassörbe. Igen, folytasd csak. És aztán ők maguk döntik el, szeretnének-e hittant tanulni Izraelben, hiszen végül is roppant hatékony, alapvetően demokratikus stílusban neveljük őket, kicsi liberalizmussal megspékelve. Egek, folytasd! A mindennapokban. Igen. Szeretném, ha te irányítanád. Igen. Hová menjünk? Igen. És hogy éljem a kibaszott életet? Ó, csókolj meg, te semmit a csődör! Úgy érzem, valami bögdös engem oda lent. Ó, sajnálom. Ez... Ez volt az? Nem. Ó. Talán nekem kéne megnéznem. Na, mit szólsz hozzá, te minősített, körülmetélt faszi? Még átgondolom. Illetve... Jó. Sabbat shalom. Ez döbbenetes volt. Igen, egészen jó. Antihisztam, mint az allergiámra. A kapszula életben tart. Oh. Te is kösz? Nem, kösz. Te tudod? Oké. Gondolkoztam. A kulcs, hogy bebújjunk télapó fejébe. Kitaláljuk, mi a következő lépése. Ki kell találnunk pontosan, mit mondana, ha megmondaná, merre jár. Érted? Már tudom. Kis szerepjáték lesz, oké? Figyelj. Hé, hey, Mordehaj, te szuper szemét a szivar! Én téllapó, azt kérem, hogy nem vennél nekem multivitamint, és nem küldenéd... Pont-pont-pontba! Ne? Csak a pont jut eszembe. Pont-pont... Vessző! Anyádnak igaza van. Túl sokat gondolsz a munkádra. És mit mondott még a drága jó mama el rólam? Hát azt mondta, hogy kell neked egy szép zsidó lány, aki megnyugtat és kitölti a fejedet. Boldog vagyok, hogy engem megfelelőnek tart. Tényleg? Pontosan hogy tette ezt a nyilatkozatot, míg 35 szekundumig a slozim voltam? Nyugi, Morty, szerintem csodás anyád van. Olyan sokat törődik veled, ide figyelj. Amíg el voltál, azt mondta, hogy segít nekem rávenni téged erre a kis melóra. Cserében csak örömöt kell okoznom, amit ezer örömmel megtettem. Várj, egy pillanatra. Megegyeztetek, hogy lefekszel velem, ha segítek? Nem. Nem. Istenem. Mivel érdemeltem ki? Mit csináltál? Az anyám találta ki. Istenem, ő a kerítőm. Anya a stricim, kurvát csinált a saját édesfiából. Döbbenet. Elegem van belőle, hogy folyton objektizálnak. Nem vagyok egy darab hús. Nem teltek róla, ha így nézek ki. Nyugi, Morty, erről szó sincsen. Teljesen átmentél neuraszténiásba. Neuraszténiásba? Igen. Neuraszténiásba? Igen. Neuraszténiás. Éppen... Ezt említettem. Én meg még azt hittem, te más vagy. Azt hittem valami különleges. Igen. Igen, persze. Tudod, mit sajnálom? Nem hinném, hogy kettőnk között romantikus szál szövődne. Itt pörölj. Itt a földök. Helyzet van, Élesfent. Szeretném, ha ottam idejönnél, mutattam kell neked valamit.
Oké, okay, akárki beszél, kérem, köpje ki a savanyú cukrot, és mondja el még egyszer. Azt mondtam, helyzet van nálunk. Azt mondtam, azonnal gyere ide, szeretnék mutatni valamit. Morty. Beteg vagyok tőled. Mordekháj, hála az úrnak, hogy itt vagy. Úgy egy órája. Ezt az adást vettük az északi sark irányából. És most pedig, Hanuka imádó barátaim, felfedem előttetek ördögi tervem igaz mi voltát. A zsidó atomórát, amelyet Jeruzsálem kültelkein őriznek, és a zsidó kalendáriumnak mutat időt a júdeum élteti. Ez az elem olyan ritka, hogy csak az órában található. Ha egyszer kivonom a júdeumot az órából, a zsidó kalendárium megszűnik létezni. Ezzel örökre eltűnik. Hanuka! 24 órán belül, mely a zsidó kalendárium szerint körülbelül... Adj egy tollat, meg egy papírt. Na, lássuk csak. 24... A hold szerint számítják. Hú, de megszívják. Az annyi, mint 7x9, és az 4 év és 3 holciklus negyed. Hát ez biztos nem jó, ez biztos nem jó, tök mindegy. 24 keresztény órán belül. Hanuka. Nem lesz többé zsidó ünnep. Cingár Tim. Boldog karácsony nektek, oh. És Isten áldjon mindenkit. Vége az adásnak. Jó érzés volt? Hát nem. Miért? Belebonyolódtam. Mindent érintettél, gonosz voltál. Szerintem nem voltam gonosz, inkább csak... Igen, és az voltál. Bádok hangom volt. Most kipróbáljuk? Igen, azt hiszem. Ögek, tedd le azt a kutyabotot, te rohadt nyomorék! Na, ne ezt ütött! Tudod, mi fáj? A mankó a pofámon, az fáj! A szavak is fájnak! A szavak is! Tűnj el innen! Tűnj a szemem elől! Ma este nem alszom itthon! Mi ez a vörös fény? Mi a szart csinálsz, te elbaszott idióta? Hát, nem egyéb elmélyű télapó. Akkor el kell érnünk a repülőt. Menj vele, szívecském, ez túl sok egy embernek. Azt nem. Túl veszélyes. És a prostitúció korának vége van. Nem vagy a kurván, Mordehály, légy szíves, higgy nekem. Valamiről nem hallottam volna. Hosszú történet, főnök. Hosszú, durva mese. Majd elmesélem, ha már megmentettem az órát. Egy magam. Őrült, mint egy kakadó, kövesd őt, elkér a segítség. Ben Gurion repülőtér, Izrael. Ken, mi kore? La, ani bavada. Ken, tschadze, kmosin tschachorba. Adam kutiára törő. Üdv, beszél ön angolul? Igen, hello. Hello! Szeretném kibérelni a legnagyobb kedileket, lehetőleg kábriót fehér felnikkel. Úgy sajnálom, uram, de valaki kibérelte az utolsó kedileket. És miük maradt? Hát, van még egy... Az jó lesz, bármi is lesz, elviszem, jó lesz. Hamarosan felépül nyugati töltéspálmaág őrzött település. Zsidó atomóra még 20 kilométer.
A zsidó atomóra. Mindjárt köpnem kell. Miért? Miért köptél le? Nem akartam, sajnálom. Lefolyik a nyakamon. Csak a drámai hatás miatt köptem, talán nem kéne mellettem állnod a batoddal. Na, vágjunk bele, mély növésű kis kura fia. Várjál csak! Szívd a zsidó levet! Kérlek, ezt ne csináld! Mit? Megütöttél. Én csinálom ezt. És akkor én nem? Nem, csak neves. Ha, nem, az ördögi kacaj, kérlek! Ha, nem, felejtsd el, a percnek vége, megölted, olyan halott, mint a lábad. Táncoljuk el a hórát. Hol a hóra? Kapjátok el! Mordehai, 10 óra! Tényleg? Még 6 óra sincs. Nem, 10 óránál! Fúj! Mit keresel itt? Mordehai, szeretlek, nem hagylak magadra! Én is szeretlek, sajnos. Ez a poszkoitális depresszió. Túl érzékeny vagyok. Megbocsátok! Nézd meg az órát! Én végzek ezekkel! Oké. Okay. Mi bajod van? Nem tudom. Valahogy elfáradtam. Mi folyik itt? Miért állt meg? Nem tudom. Kifogyott a lőszere. Tényleg? Menj és nézd meg. Na? Kicsit lepihent a sarokban. Lepihent? Milyen nap van? Hát 20-a. Nem úgy, milyen nap van. Nap! Hát péntek! Péntek! Na és hány óra van? Nem tudom, alkonyat körül. Alkonyat, Istenem, miért nem gondoltam rá előbb? Sabát van! Ez a zsidó nép pihenő napja! Még fel se állhatnak, pláne nem lövöldözhetnek a pihi napon! Elkapjuk őket, de rögtön! Nem, túl lassú. Gyere gyorsan! Ébresztő! Nos. Úgy látszik, a héber pörölynek is van gyenge pontja. Folytatni a Judeon kivonását az órából! Tingáti, mutasd meg a pörölynek a karácsony szellemét. Vagyis vegyek neki szép ajándékot, csomagoljon be szép papírba és szalagba, süssek neki gesztenyét nyílt lángon is, hallgassa ki harisnyát a kandalló felé, hogy izgatottan várja a télapot! Várj egy picit! Te vagy a télapó! Kérek ajándékot! Kérek ajándékot! Nem! Te numerikus kis gyöcsörfajzat! Inkább öld meg őket. Ja, bocsi. A télapó most visszamegy az északi sarkra, és ott megünnepli nagy győzelmét, és magával viszi legújabb trófeáját. Nos, igen. Várj csak. Na. Nézd csak meg, pörölj! Az óra elkezdett visszaforogni. Na, mi baj van? Nincs több dömping leárazás? Boldog kvanzát, Fajti! Az valami együttes? Mordekáj! Itt vagy! Az óra! Még ketyeg. Besegítettek a KFF bátyói. Az óra biztonságban van. Hála az égnek! Mi az a savanyú arc?
Ez tört. A télapó elvitte. A kis Esteó? Ó, Mordechai. Kérlek, segíts! Szeretem őt, főnök. Ha nem segítek, nem lehet a feleségem. Mohamed Ali Paula Abdin Rahim benne van, hogy velem jöjjön az északi sarkra. Úgy bizony, bátyó. Szeretet. Micsoda mencs! Köszönöm! Mordechai, mindent be lehet vetni. Hozd vissza nekem ezt a út, kérlek! Megengedem, hogy használd a judaizmus végső fegyverét! Csak nem a... Jó, nem hiszem, hogy szükség lesz rá. Mordechai, a lányom élete egyedül a te kezedben van! Igen, igen, értettem, nem hagylak csendben! Északi sark. Úgy látom, a hátsó ajtó lesz a legjobb tipp. Menjünk le. Gőzöm sincs, hogy mit mondok. Mi a szart csinálsz, öcsi? Imádkoztam az úrhoz, hogy segítsen át a falon. Bevált. Tudod, van rajtad kötél. Nem kell kapaszkodnod. Tényleg. Jól tudtam. Na jó. Figyelj. Mielőtt bemegyünk, kémeim jelentették télapó székhelyét. Bekábelezték egy XP2000-es sztereóriasztórendszerrel. Sztereóriasztórendszer? Igen, nézd csak meg. Oké, hogy jutunk át rajta? Szóval a rendszer élesít, ha bármi nem fehér tevékenységet észlel. Például, ha netán labdát pattogtatsz, esetleg rágyújtasz egy szalszára, azt mondod orr, és a szóvégi ert racsolva ejted a komplexum területén. Nos, akkor a riasztóberi azt is ránk tör a frász, haver. Figyelj már, Pajti! Na ide figyelj! Csak hogy tudjad, utálok szalszát táncolni, és vacak kosaras vagyok. Fogod te az adást? Fogom. Fogod? Fogom. Na jó, akkor kijátszottuk a rendszert. Könnyű lesz. Menjünk. Tiszta terep. Nyomás. Hé, Mo, várj! Elejtetted az aprót! Pörölj, ne! Ne! Zsidrákriadó! A francba! Mozgás! Zsidrákriadó! Jaj! Cingárdi! Én elkapom, te keresd a nőt! Jó! Anyaszaró tém. Megkíméltelek a legutóbb. Igen. Miért? Mindketten nyilasok vagyunk. Próbálok nem ölni nyilas, de te rácsesztél. Elegem ne. Van ebből a szarakodásból. Ne! De! Ne! De! A botom! A botom! Add vissza a botom! Add vissza! Fenébe! Is. Egy szacskó matesz gombóc? Nyami. Basszus! A botom! Bocsi! Igen! Tessék! Köszönöm. Ó, ezt elveszett. Hol van a nőm télapó? Tőlem nem tudod, megpörölj. Ölj meg, de én semmit sem mondok. De ha megöllek,
Akkor meghalsz. Így van. Mordehály! Pörölj nőjének szobája. Ne törd ezen a kis buksit. Figyelmeztető lövés. Mordehály! Figyelmeztető rúgás! Szerencsére történt, Mordekáj! Most már soha nem búcsúzhatsz el a szépséges Ennától. Esther! A neve Esther! Nem mindegy! Isten veled, Mordekáj! Üdvözöltetem a pucit! Oké, jó. Egy kis türelmet, oké? Mi van? Nem akartam megtenni, de nincs más hátra. Nincs más lehetőség. Használnom kell a leghalálosabb fegyvert a zsidó arzenálból. Mi? Én ezért jöttem ilyen messzire? Mármint ide jövök az északi sarkra harcolni, és semmit se kapok nassolni? Éhes vagy? Most mondd meg őszintén, miféle nem ez is lenne belőled? Bocsi, én nem gondoltam erre talán. Áú! Nem, azt nem! Ne gyere a zsidó bűntudat szöveggel, én erős vagyok, Mordekáj! Oké, felejtsük el mindet. De mit? Nem, mindet. De mégis mit? Hát én csak nem értem, hogy egy vendéglátó hogy bánhat így a vendégével, hiszen Esther hallhatóan elégedetlen a vendégszobával, én meg itt izzadok, mint egy teve, és lövöldözök mindenfelé, mégis... Elég! Miféle ócska minőségű padló van itt nálatok, hogy majd lefagy a lábam? Neked persze teljesen mindegy, hogy vagyok, felőled akár fel is fordulhatok a tőled függ, végzetes reumátus kaphatok. Mindegy, mondd el, ha jön meg, nem érdekes, hogy rúgdás korát, és hűzőbe kell tölteni, nem érdekes, azt mondd el, ugye? Ne! Kérlek, vedd el a fegyvert! Nem. Vedd el! Nem! Vedd már el! Felejtsd! Nem! Ragaszkodom hozzá, hogy vedd el a fegyvert! Valójában vedd én nem, nem azért mondtam, hogy... Könyörgök, ez golyót a fejembe! Vessünk véget a szenvedésnek, kérlek! Börög! Kóser! Minden kóser, Fajti. Elkaptad? Ja, elkaptam. Basszus! Kaptál a zsidó bűntudatból? Morty! Esther! Semmi bajod? Jól vagyok, azt hiszem. Nem is tudom. Talán mégsem. Tudod, vagy ez mégis? Egy ugrócsomó, könnyen? Nem tudnál. Kicsomózhattad ugrócsomó? Volna te is. Pofa be! Edkoch? Na, hogy vagyok? Hogy lennél? Hát székhez kötöztek. Mordehály! Hála az égnek, hogy itt vagy. Ti ismeritek egymást? A zsinagógából. Oh. Le kell lépnem. Szevasztok. Na jó, csak tessék. Elintézheted azokat a parkoló cédulákat. Ha? Megvan, Mo. Én hátulról se nagyon bírom a fejét. Ja, hájj fel, Téla. Nyomás. Egy pillanat. Mielőtt elmész, sajnálom, de hozzá kell fűznöm valamit. Tudod, hol kurtad el? Sose értetted meg a Hanuka igazi szellemét. Igen. Oké, és mi a Hanuka igazi szelleme? Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Nos, tudod, mármint egyértelműen a legfelsőbb úrhoz van köze. Oké. Alatt kell. Meg valami csodaolajhoz, ami 8 napig tartott, de neked, barátom, annyi se lenne elég. Bizony. Nyomás, én meg a fiúk kidekoráljuk a hátsót. Na, indíts! Esther Blumenberger Steinenthal. Feleségül jössz hozzám. Na, hát az anyám én volt. Igen, örömmel feladom a nevem, és asszonyod leszek. Az anyukám nagyon boldog lesz. Sabbat shalom mindenkinek! Sabbat shalom, és boldog karácsonyt goly barátainknak, Muncsi! És szeretném kihasználni a lehetőséget, ha szabad, hogy... Köszöntsem Otto Semet, aki megáldott. Annyi mindent kaptam egy év alatt, egy gyönyörű menyasszonyt, egy csodás anyukát, és lehetőséget, hogy segítsem a hitközséget és a zsidó közösséget. Shalom! Shalom! Én is örülök, hogy boldog vagy, és eljössz anyádhoz sabátolni. A nagy hírverés az újságban, meg a tévében az agyadra ment. Pápának képzeled magad? Nos, igen.
Megmaradt a Hanuka? Nos. Hogyan ne csináld, kisfiam? Nem is a legfontosabb ünnepünk. Igen, ez igaz. Hey! Mondjuk megmented Jám Kipúrt, vagy Passahot, büszke nem. lehetnék rád. A barátnőm Morin, a fia befektető bankár, elmentek búvárkodni, igen, és... Igen, csak éppen pedofil, ezt is tudtad, a kisfiúkat kajtatja a parkban. Ezt várod el a fiattól? Tudod, hogy én... Bocsi, egyszerre nem elég, hogy megmentettem a Hanukát, tudod, én megértelek, elég jó vagyok. Én nem megyek innen, nem megyek, amíg nem mondod azt, hogy... Mazetov! Komolyan, leütöm egy hallal, mindjárt leütöm egy nagy hallal, biztos. Kicsitám, meg kell szellőztetni a pelusodat. Na nézzük, jó, jaj. Szegény, hogy bepálott a pelenkád. De én végeztem. Jó kisfiú vagy, ügyes voltál, hogy te megtaláltad. Hallottad, bepálott a cicus pelenkája. Olyan izgalmas, hogy a cica beszart a pelenkájába. Sokkal fontosabb, mint hogy a fiad megmentett ezt a szaros ünnepet. Azt a kibaszott! Hé! Nos, mit terveztek a menyegző után? Megöllek. Először is elmegyünk nászútra Floridába. Á? Ha visszatértünk, Morty talált egy rendes, jól fizető állást, a JIL tanácsadója lesz. Annyira boldog vagyok, gyerekek! Köszönöm, köszönjük. Hé, halljátok, amit én? Azt hiszem, az új télapó szorgoskodik. Gyertek! Nem is kérdeztem még, ki lett utána az új télapó? Nos, mivel télapó a vallásos tébolyútak szanatóriumában tölti el életét, és nincs örököse, a Kvanzál felszabadító front és a zsidó igazságliga úgy döntött, télapót demokratikusan választják. Mind nagyon örülünk az első választott télapónak. Tessék, ott is van. Boldog karácsony, töcsém! Boldog zsidó új évet! Magyar hangok. Kállói Molnár Péter, Huszárik Kata, Kassai Károly, Galbenisz Tomasz, Andrész Kati, Barabás Kis Zoltán, Festbaum Béla, Várnagy Kati, Palóci Frigyes. Magyar szöveg Frenkel Gergely. Hangmérnök Nikodém Norbert. Vágó Darók Attila. Gyártásvezető Pesti Zsuzsanna. Szinkronrendező Nikodém Gerda. A szinkron a Best Hollywood megbízásából a Filmsound stúdióban készült 2006-ban. Forgalmazza a Best Hollywood. Az 5.1-es hangot készítette Nikodém Norbert. Dick, that's a sex machine to all the chicks. Amen. He's just trying to do some good, helping brothers in the hood. Right on. Who's the kike that won't cop out when there's a Gentile all about? All right. Baruch Atah Adonai Elohim Melech HaOlam. Can you dig it? He's a complicated Jew, but no one understands him but his mother, 'cause he's a bad mother. Shake it, the bakasha. Mm-hmm.
veled.